Még a tavainál is fiatalabb kerettel vágott neki a Vasas Akadémia női kosárlabda csapata a felnőtt NB I felsőházi küzdelem sorozatának. Az együttes átlagéletkora nem egészen 19 év, ez pedig a legalacsonyabb az élvonalbeli bajnokságban. Hát nyilván megvan ennek a nehézsége, de megvan a maga szépsége is. Mivel itt nálunk elsősorban tényleg az a cél, az számít eredménynek, hogyha játékosokat nevelünk, ezért ebből a szegmensből egy kicsit könnyebb ilyen szempontból. Nem az elsődleges cél az, hogy pozíciókban a hanyadik helyet fogjuk elfoglalni, hanem az, hogy minél több olyan szintű játékos neveljünk, aki esetleg később a felnőtt válogatottban is meghatározó szereplő lehet, úgyhogy mindenféleképpen erre törekszünk. Természetesen szeretnénk minél jobb helyezést is elérni, de megvan a hierarchia ebben a kérdésben. A pasaréti csapatnak több kihívással kellett szembenéznie a nyáron, és kell most is, hiszen a felkészülést nagyban nehezítette az az egyébként nyilvánvalóan örömteli tény, hogy az alakulat jó néhány játékosa vett részt korosztályos világversenyen, valamelyik utánpótlás válogatott tagjaként. Pontosan emiatt van viszonylag nagyobb előnye az ellenfél csapatoknak, akik ugye végig együtt tudtak készülni, de mint mondtam, nekünk célunk az, hogy válogatott játékosokat neveljünk és válogatottban szerepeljenek, úgyhogy ezzel szembesülünk, és most már hál' Istennek együtt vagyunk, most igyekszünk mindent bepótolni és munkával ezt a hátrányt behozni. Ez nagyon nagy dolog lenne, hogyha a legjobb nyolcba bekerülnénk. Ugye mi vagyunk az egyik legfiatalabb csapata a ligának, úgyhogy nagyon nehéz dolgunk van. Akkor ugye sokan voltak, ugye a 5-ös poszton ugye mi a centerünk, ő is 3x3-on volt, akkor Kivi, és hát a Böröndi ő is 3x3-ozott az U23-mal, világbajnokságon volt, és ugye mi most voltunk az olimpián, tehát így nem volt sok időnk, hogy összeszokjunk, nem volt sok közös edzésünk, úgyhogy ez így még jobban megnehezíti a dolgunkat, de mindent megteszünk, hogy bekerüljünk a legjobb nyolcba. Az együttes számára a cél a felzárkózás, ugyanis egyelőre 4 vereséget kellett elkönyvelnie, igaz, mostanáig kizárólag az erősebbek közé tartozó csapatokkal találkozott. A vezetőedzőt arról kérdeztük, miben érhető tetten leginkább a különbség a fiatalabb és az idősebb, vagyis a rutinosabb játékosok között. A fejben a pontosság, a figyelem, ezek a dolgok. A fegyelem alatt nem azt értem, hogy edzésen nem figyelnek oda a dolgokra, hanem hogy ugye a pályán az adott szituációkban tudjuk azt megcsinálni, és tudjuk ahhoz tartani magunkat, amit gyakorlunk, amit edzünk, amit egy héten át próbálunk ugye itt összehozni. És ha ez meg lesz, ha tudjuk ezt tartani, hogy tudjuk pontosan csinálni a dolgokat, akkor azt gondolom, hogy itt pont az erősebb csapatok ellen is tudunk abszolút versenyképesek lenni. Persze az akadémia játékosait is megkérdeztük, ők vajon miképpen látják saját csapatukat. Szerintem egy nagyon jó egység van ebben a csapatban, összetartunk nagyon, mivel ugye a legfiatalabbak vagyunk, úgymond a mezőnyben. Hát mindent megteszünk, és hajtunk minden meccsen persze, és hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. Ugye nyilván könnyebb egy olyan csapattal edzeni, vagy akár a munkát is elvégezni, sokkal rutinosabbak, de mint fiatalok ugye mindent megteszünk, hogy ugye jól játszunk, minél több meccset nyerjünk, és edzésen is minél jobban hajtunk. Elég össze-vissza volt nekünk most ez az évkezdés, mert nagyon sokan hiányoztunk, ugye mi is az olimpia miatt, a Kivi a csapatásunk, ő is ugye a 3x3 miatt, és a Mia is 3x3 miatt volt távol. Úgyhogy szerintem most kezdünk leginkább összeszokni. Nagyon jó csapat vagyunk, nagyon összetartóak, sokat beszélgetünk, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a csapatot. És hogy mit várnak a főszereplők a folytatástól? Ugye nagyobb csapatoktól kaptunk ki, euróligás csapatoktól, meg európakupás csapatoktól, úgyhogy azért ez nem olyan nagy gond, de bármikor okozhatunk szerintem meglepetést, akár ebben a fél évben, vagy jövőre is, úgyhogy ez a célunk szerintem. Most már az idő nekünk dolgozik, tehát most összeálltunk, most elkezdünk dolgozni. Azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb meg fogja hozni a gyümölcsét. A kulcsmeccseink nekünk azok még csak most fognak következni egy rövid időn belül, addig még van is egy kis időnk, úgyhogy azt gondolom, hogy most, ha összeállunk, akkor tudjuk majd az igazi arcunkat megmutatni, és akkor azért azt gondolom, hogy jó szezonunk lesz.